A helyzet válságos. Lelőttek egy MiG-29-est, a világ egyik legjobb vadászgépét. Az idegek pattanásig feszülnek. A verejtékező homlokú magyar vadászpilóták koordinátákat sorolnak, próbálják megoldani a problémát és azon tanakodnak, hogy mindez hogyan következhetett be. Mielőtt bárki megijedne, az is lehet, hogy csak a számítógép fagyott le, vagy az egér nem működik rendesen. De az sem kizárt, hogy az ellenség jár túl a légi irányítás eszén. Egyikünk se akarta elvállalni ezt a játékot, mert egy 10 éves pattanásos szemüveges gyerek valószínűleg meg fog verni mindnyájunkat, mert ez hasonlít, de nem olyan, mint a valóságos repülés. A Puma 100-at képzett vadászpilótáit a hétvégén az első magyar repülőgép szimulátor bajnokságon érték komoly meglepetések. Az indulók között volt, aki először ült le ilyen programmal játszani, de akadt olyan szimulátorpilóta is, aki hónapok óta hazai légtérben készült a küldetésre. Magyari Gábor is az utóbbiak közé tartozik. Ráadásul olyan kiképzője volt, akinek a tanácsaira érdemes odafigyelni. Most balra is fordul, és akkor próbálj meg leszállni körről. A papa szerencsére nem csak hősként néz le a szoba faláról. Magyari Béla 20 évvel ezelőtt az egyik legjobb vadászpilóta volt az országban. Kiképzett űrhajósként most azt mondja, kifejezetten izgul, hogy a fia örökölte a repülős vénát. Hopp, eltaláltad? Ezek a felvételek még a virtuális légicsata előtt egy nappal készültek. Jól látszik, hogy egy ilyen szimulátor játékban a műszerek nem csupán a monitor díszei, minden számnak és mutatónak fontos szerepe van. Úgy kell készülni, hogy a játékról mindent kell tudni, és maximálisan kihasználni a játék adta lehetőségeket, amit a géppel lehet manőverezni. A valódi játékosok aztán szombaton találkoztak virtuális repülőterükön a Petőfi csarnok színpadán. 20 számítógép várta összekötve a szimulátor bajnokság résztvevőit, akikre előre is pontosan megtervezett küldetések vártak. Párokban vannak a versenyzők, és a feladatuk egymás, vagy legalábbis az ellenfél vadászgépének a megsemmisítése, és ezen felül ezzel a feladaton túljutottak, a felrakott statikus célpontoknak a szétrombolása. Vagyis a körmérkőzéses csatában a levegőben maradás volt a tét. Versenybírók pontoztak a küldetések során, és ők javítgatták a gépeket is. Sok szempontból hasonló ez a játék a valósághoz, nagyon sok szempontból viszont teljesen más, nem adja vissza ugye a túlterelésnek az érzését. Itt nem kell félni attól, ugye, hogy beláll az ember a földbe, mert büntetés nélkül be lehet állni többször egymás után. A vadászpilóták csak vendégművészként léptek fel. Sokan közülük rendszeresen játszanak szimulátorokon, azt mondják, ezekben az ínséges időkben, amikor nagyon alacsony a repült óraszám, a játék is jobb a semminél. Több mint egy játék, mert én szeretnék pilotálni, és engem érdekel ez a repülés, tehát nem csak lövöldözni jöttem, hanem beszélgetni a nagyobb pilotákkal, és tehát érdekel. Magyarországon egyébként több úgynevezett virtuális vadászrepülős század is működik. A tagok rendszeresen összejárnak, különböző küldetéseket teljesítenek. A kétnapos szimulátor bajnokságot végül egy valódi vadászpilóta nyerte. Egy olyan főhadnagy, aki saját bevallása szerint ritkán játszik ezzel a programmal. A kupa és az oklevél mellé egy számítógépet kapott ajándékba, így most már lesz lehetősége bőven a légiharc gyakorlására. Ha máshol nem, hát otthon a nappaliában.